Üdvözlöm a Magyar Tévőt nézőit, Varga Attila vagyok. A Halra Magyar című rendezvénysorozaton jártunk, nézzük meg, mivel készültek a résztvevő éttermek. A Halra Magyar rendezvényen immáron másodszor veszünk részt, most ponttyal készültünk. Kicsit rendhagyóan, nem a hagyományos magyar ponty ételek közül választottunk, hanem egy kicsit a nemzetközi gasztronómia felé vittük el ezt az amúgy is nemzetközi halételt. Előételnek egy polentával készült halikrából és haltejjel készült hideg előételt készítettünk. A főételünk pedig egy posírozott ponttekercs volt, ami csirággal volt töltve. Ehhez készítettünk egy friss vajas tésztából egy talpazatot, egy finom csopaki fehérbormártást, illetve ehhez készítettünk egy rozmaringos zöldségnyársat. Ez egy ilyen könnyebb pontjétel, egy kicsit ilyen franciás jellegűre vettük ezt a mai napot. Az egész földkeresség ismeri már az én munkásságomat, de valószínűleg tudják rólam, hogy nekem érdemes bármiféle ételneműt adni, mert én arról jó véleményen leszek. Több mint egy évvel ezelőtt kezdtük el ezt az egész mozgalmat, akkor az éttermek, akiket megkerestünk, először idegenkedtek ettől az egésztől, azt mondták, hogy ó, hát most megint egy megmérettetés, ó, hát most megint kitaláltunk valamit, most éppen a halakkal kell foglalkozni, ami nem is olyan könnyű, hát, de nehéz volt őket rábeszélni. Aztán, amikor túl voltunk a második, harmadik fordulón, és látták azt, hogy ennek van média nyilvánossága, van híre. Ráadásul azok az emberek, akik elmentek zsűrizni hozzájuk, azokat jól érezték magukat, vitték az étterem jó hírét mindenféle más közösségbe, akkor azt mondták, hogy hát ez nagyon jó kezdeményezés, függetlenül attól, hogy tovább jutottunk, vagy nem jutottunk tovább, mi akkor is szeretnénk a következő fordulóba szerepelni. Amivel készültünk ma erre a bemutatóra, ez a szegedi haltepertő, ami Szegeden egy nagyon közkedvelt étel, és természetesen makói rántott hagymakarikát adunk mellé, egy nagyon finom mártást, és a paprikás liszt, az pedig a paprika szegedi benne. Indítottuk egy mozgalmat, aminek az lenne a lényege, hogy visszavezessük Magyarországot abba a csodálatos idilli állapotba, amikor minden héten legalább háromszor halat ettek az emberek, mármint ahol volt hozzá lehetőségük, a Duna, a Tisza, a Balaton mellett. Hát ez már illúzió persze, de legalább péntekenként szeretnénk, ha mindenki egyszer halat enne, többek közt azért is, mert nincs párja friss magyar halnak, ami minden beltartalmi mértéket hordoz magával, és ha valaki nem tudná, akkor elmondom, hogy bort ugyan lehet inni bármihez, de halhoz csak bort lehet inni, és a szlogen alja az pont arról szó, hogy halra, magyar halra, bor, két olyan magyar hungarikumról beszélünk, a magyar halról és a magyar borról, amelyet ha nem fogyasztunk, annak bizony súlyos következményei vannak, erre szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy halat enni és bort inni rá, az egy jó dolog. A mai menü egy nyúzott ponyfilé volt, francia lecsóval és keskesajtos burgonyapürével. Ez az étel a mai napra készült a versenyre, a mi ételmünkben inkább a magyarosabb jellegű halak találhatók meg. Gyönyörű. Nagyon jó.
És ez a kis ragú, amit itt látok rajta, az mi lenne? Almás? Szervusz, milyenek az ételek? Nagyon finomak. És ez egy olyan hihetetlen jó kezdeményezés, hát most már nem először vagyunk itt, de mikor az ember úgy szeretné ezt az egész dolgot megmutatni, nem lepődik meg, akkor is eltátja a száját. Milyen jó kaják vannak. Az igazi, és nem akarok most így különösen magyarkodni, hanem egyszerűen a környékünkön és a közelünkben lévő olyan, konkrétan most a halakban, mit lehet csinálni. Nagyon finom ízek vannak, nagyon jól eltalált dolgok vannak, csak ha az ember négyszer ebédel egy nap, akkor az azért egy kicsit, mondjam, csak megterheli a gyomrot. Néhány fiatal embertől eltekintve, most a Benkő Lacira gondolok, ugye csak megkóstoljuk inkább a dolgokat. Laci, én nem tudom, hogy milyen bendője van ennek a Palinak, kérlek szépen, ez betol mind a négy helyen, de teljes, komplet adagot. Mindig azt mondja, hát elnézést, de olyan finom volt, és megeszi a negyediket. Majd meg itt is megeszi a mókusban szerintem a negyediket. Azért mi már kicsit edzettek vagyunk, hiszen ez nem is tudom hányadik forduló, talán 10-12. Forduló, és nagyon jók ezek a találkozók. És remélem, hogy az eredményt is meghozza, hogy kicsit a magyar ember közelebb kerüljön a halhoz, ez a nagyon egészséges táplálékhoz. Többféle ételek készültünk, ugyanis lesznek meglepetések is az étel sorban. Lesz egy szorbé, ezt követően lesz egy meleg előétel, mely egy rétes tésztában sült parallyal, asszalt paradicsommal és fetával készült kis rétes lapocska, csomagocska. Majd ezt követi a halfogást. Ez az ételünk, ez egy fokhagymás, fehér, boros, tejben érlelt pontyfilé, enyhe kakukkfüves ízesítéssel és egy magyaros jellegű erdei gombákkal kevert ragú lesz majd mellé tálalva, és köretként dödörét kínálunk. Számomra etalon ízek. Olyan ízek, amelyeket az én nagyszüleim készítettek. Pontosabban a nagymamám, ugyanis a nagyapám halászember volt, és nagyon sokféle halat fogott, természetes vízi halakat. És ezeket remekül készítette az én nagymamám, és ezek azok az etalon ízek, amikhez én megpróbálom hasonlítani azokat a kiváló séfeket, illetve az ő teljesítményeiket, akikkel mi megismerkedünk. Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy olyan ügy, amit mindenképpen támogatnom kell. És én azt gondoltam, hogy éppen talán emlékezve nagyapámra is, én örülök annak, hogyha magyar halak kerülnek az asztalra, ha magyar termékeket fogyasztunk, és ez olyan prioritás, ha mondhatom ezt, ami számomra teljesen egyértelmű volt, hogyha ebben egy picit tudok segíteni, akkor segíteni fogok. A sajtózsűri által kihozott nyertes is kötődik a biológiához, legalábbis szerintem, mert amikor meghallottam a vendéglő nevét, akkor boldog lettem. Azt akarom mondani, hogy igen, harapott a mókus, és megint a környezetről egy pár szót, meglepő helyen, egy lakóterep tövében. A második meglepetésem az volt, amikor általam 30 éve nem látott admirálisban eljutottam, hiszen Frank Sándor öreg bátyám, ma hívhatom így, hiszen majd egy évvel idősebb, mint én.
olyan csodát csinált oda, mint amilyet egyébként ő már Szegeden is megcsinált. Úgyhogy én csak azt szeretném még, hogy 20 év múlva is hirdethessek neked egy jó zsűrit, és légy szíves, haladj előttem még ilyen tempókkal, mint most, legalább ilyen jókat főz, és én gratulálok ahhoz, hogy Szeged után főváros is meghódítottad. Fogadd el tőlünk a szakmai zsűri, mert azért ilyen innyenceket keveset látsz, szóval Ildikó Alitót visszafogni már a bennünket. Mitől? És ősszel is tovább is, és én remélem, hogy egyszerűen.